Hát üdv mindenkinek! Újra buli! Nem is emlékszem már semmire se ebből jelent. Daviddel vettünk fel utoljára, ami nem tudom, hogy mikor volt, de nagyon rég volt. Azt tudom, hogy a MeToo kampányról beszéltünk, aminek legalább több hónapja. Úgyhogy az első pár percben az új irányítást fogom újra megtanulni, aztán meglátjuk, hogy mire lesz időnk. Arra gondolsz, amikor hárman voltunk itt a Davidben, hogy az ott, ja, azt hittem, hogy azóta vetetek fel, úgyhogy nem, ketten. Nem. Csak ketten. Vagy hárman. Na, aztán valamiből kilettem hagyva. Nem, téged még is sose hagynának ki semmiből. Izomból pofán fogod lőni ezt a kis. Nem. Jó, dép az a zoom. Jó, minden. Jó, lesz ez, nem érdekel. Max, elszúrom aztán. Mik vannak? Ú, sok challenge. Hol van a paparazzi? Elő volt a paparazzi. Ja, jobb klipa. Ú, van, ezt is meg kell találni. És az a jól látom, hogy ez nem iskolában van, hanem az iskolán kívüli területen. Ez nem jött be. És itt is van egy izé. Minden órát megcsináltunk, csak hogy a Hobo Moose meg van, a gym. Ja, még az egyik shopot nem csináltuk. Nem csináltunk az egyik shopot? És mi van most? Pont a shop! Tökéletes! Akkor először azt csináljuk meg. Azt úgy se lehet annyira elrontani. Meg lesz a legjobb bicikli a... nem tudom. Egyszer csak valami lesz. Ja, most nem lesz egy hosszú felvétel, de valamit már muszáj volt felvenni, mert egyszerűen, mert tényleg már ledegradáltuk a csatornát ilyen heti egy videóra. Úgyhogy, ja. Viszont Yellowból meg sok részt van, úgyhogy ezt már lehet elkezdek majd sokat feltölteni, nem tudom, majd meglátjuk. Nézzük, hogy rontom el az egészet. Azt is majd valamikor folytatni kéne. Abból van most rész bőven, úgyhogy az ráér egyelőre. Mentés úgyse fog meghalni, remélem. Vizomgerjesztő. Jó, jó kis Stallion modell, szokásos. Felkészültél? Nem készültem fel. Ezt ennyi kiagyas nem biztos tökéletesen fog menni. Nem is ez a nehéz, hanem amikor a analógot kell baszni. Igen. Az, hogy erre nagyon kevés időt ad, a többire nem. De erre az egyre nagyon keveset ad valamiért. És akkor az előről. Na mindegy. Max elrontom, aztán csinálunk valami random missziót. De azt sem tudom, hogy melyik chapterben vagyunk. Azt mondom, hogy nagyjából hol tartunk, de hogy mennyi van hátra már a játékból, arra már nem emlékszem. Na most legalább egy random talkshot is felvettünk. Igen, igen, most jól kibeszéltük magunkat, úgyhogy most... most így nem is tudok más random témát feldobni. Viszont lehet, hogy találtunk egy új mémet a csatornára. Igen. Majd arról bővebben. Az lehet hamarabb lesz ki, mint ez, úgyhogy nem tudom, meglátom. Nem! Pedig jót nyomtam. És tényleg a legjobb... utolsó esély. És most előre kell kezdeni az your... egészet? Igen. This is your last chance, open up this fucking pit! Van az a izé... pápás mém, meg a pingvines is volt. Milyen sok tömeg volt. Ki volt már koncerton, az... az tudhassa. Viszont az, hogy szólalt lett a Billy Idol, ha már koncert. Hát én nem maradtam róla. Anyukámmal megyek. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Már nagyon régóta meg akartam nézni. Ugye, amikor legutóbb volt Magyarországon, a Volt Fesztiválon lépett fel, ha jól emlékszem. Tök jó. És akkor azért nem tudtam elmenni, mert akkor volt a gólyatáborom, úgyhogy az kimaradt sajnos, így. De most végre be tudom pótolni, úgyhogy királyság lesz. Csak azért, hogy a végén becsípte a kezed, az igen. Székerék. De pedig jó inputot nyomtam, jó irányba, jó időben. Mondom, ott az egy, az analógos, de az mindig is bugos volt, úgyhogy tök mindegy, rockstar. Nem kell ezekkel foglalkozni. Itt is nyomtam a kört, mindegy. Tételezzük föl. Tételezzük föl, hogy nem nyomtam a kört, és akkor mindenki megnyugszik. Így. Még lehet így is rossz helyre jöttem. Jó, szerettem, nagyszerű. Ja, az annyi íz van a világon, Bence, miért pont sós? Ugye?
Funhouse, mondjuk ez egy nem rossz küldetés, csak kicsit bagos, de az jó küldetés volt, azt szerettem. És ezt a papadét akarom megcsinálni, mert ez szerintem izé küldetés. Jaja, ez nerd küldetés lesz, ugye most már. Ugye a legutóbbi részben nagy nehezen legyűrtük a boss-t, legyűrtem. Ugye négyszer haltam meg, vagy ötször, nem tudom, de sokszor az elég. A csúzlis résznél? Ja. Hát nem életem legjobb gamer pillanata volt, azt meg kell hagyni. Értem, hogy jönni sem. Szóval csatorn erről szól, ezek a létező legrosszabb gamer pillanataink. Tehát elkezdek egy Nuzlocke-ot és meghal Pikachu-t. Best of worst gameplay moments. Ez a csatornának a gyűjtőről. És a, én akkor mindig azon gondolkozok el, hogy a nézők 100%-ban vannak győződve róla, hogy nem is vagyunk képesek ennél többre. És az annyira frusztráló, amikor nem vett senki, és csak nyugodtan a szobád magányába játszol, akkor jól megy. És amikor felvétel van, közben kommentálnod kell, akkor nem tudsz annyira koncentrálni, elbaszol valamit, és az lesz megörökítve. És az internet nem felejt. Jó, mondjuk a mi esetünkben az internet nem is jegyzi meg, mert pár százon néznek minket, tehát jobb esetben nem lesz világszenzáció az, hogy befélelünk valamit. De akik egyszer látják, azok nem felejtik el. Igen. Ha! Emlékszem én milyen szarok voltatok ám ebben a részben, és ez tök rossz. Na és akkor izé, kommentbe. Te azt kurva amúgy kellett volna csinálni, vagy lett volna egy egyszerűbb mód, vagy valami. Ha már ez egy jó téma, nem tudom, hogy kell-e rossz érzés Ednek lennie attól, hogy... Tartozol-e jó gameplay-jel a nézőkkel? Nem az, hogy ha te rossz vagy videójátékban, azért neked rosszul kell leérezned magad. Szerintem nem. Tehát mennyire ciki rossznak lenni valami videójátékban? Hát jó, mondjuk az attól függ, hogy mennyire rossz. Hát a DSP szint az cím. Jó, persze. Tehát aki átskippeli a tutoriált, és tenne a váltig állítja, hogy azt nem volt elmagyarázva sehol, semmilyen formában. Tehát az egy pöcs. De hogyha, mit tudom én, valami nem megy, tehát én is most ugye nekivágtam a Donkey Kong Country Tropical Freeze-nek, már valami 120-30%-nál tartok. De valószínűleg nem fogom tudni megcsinálni a játékot teljes egészével, úgy ahogy azt a készítők akarták. Mert a time trialokban én kurva szar vagyok. Tehát én max. Egy-két pályát meg fogok tudni csinálni egy bronzra meg ezüstre, és ott fogok elvérezni. De hát Istenem, ez van. De mindenki annyit vesz ki a játékból, amennyit tudsz, tehát... Sokan hajtanak a 100% végigjátszásra, az abszolút mindent meg akarok csinálni. Van, akik meg csak végig akarnak menni a sztorit. Jó, még nyilván, hogyha te YouTube-os vagy és nem otthon a négy fal között játszol, akkor valamennyire kell... Tehát vagy jól tudjál beszélni, vagy... Jól tud játszani. A legjobb, hogyha mindkettő, de legalább az egyik teljesüljön. Vagy ha még nem is tudod annyira jól irányítani a játékot, még nem csinálok annyira jó reflexét, legalább elméletbe ismerd a játékot. Igen. Fel tud dobni az unalmas részeket, amik néha megesnek. Én most nézek egy srácot, nem emlékszem most hirtelen nevére. Minden. De egy elég frusztráló játékkal, ugye az XCOM-mal játszik, azon belül is... Impossible Iron Man, tehát a minden egyes mozgás után ment a játék, nem tudsz korábbi játékállást visszatölteni, mert overwrite-ol minden egyes lépésed után. Vágon. Tehát mozgatsz egy egységet, már ment is rá picsába. Tehát ez egy azért rossz lépés volt, tehát úgy járt el. Meghal valaki, úgy járt el. Permadeath persze minden, és úgy játszik tök jól, hogy közben még van idegzete, meg energiája viccelődni. Tehát mit tudom én, így ilyen szóviccekkel szórakozik, meg humorosan adja elő a missziót, meg ilyen személyiségeket talál ki a különböző katonáinak. Tehát hogy volt egy amerikai, azt hiszem valami heavy egység volt, és heavy-knek kurva szar a célzásuk, tehát nekik a legszarabb a játékban. Viszont az a kurva amerikai heavy, azt hiszem a Kaiser Soze, az volt a neve a csávónak, az amúgy egy film utalása, Kevin Spacey-nek volt az egyik karakterje, a Kaiser Soze, és az a fasz
mindent, mindenhonnan eltalált. A pálya másik feléről, úgy ilyen 10-15% esélye volt eltalálni valaki, eltalálta bazd meg. Tehát, hogy, és volt egy sniper, a nem is tudom mi volt a neve, az egy csaj volt, és sniper, mesterlövész, minden, és bazd meg szökőjévent egyszer találtál valamit. Tehát közvetlen előtte futott el egy alien, nem lehetett eltéveszteni. Sikerült. Jó, az XCOM az erről szól gyakorlatilag. Erről, de ezekről a pillanatokról... Ott van közvetlenül az alien előtt a fegyver, és kiírja, hogy nem tudom mennyi százalék, és nem találja el úgyse. Ja, azt mondom, amikor ott áll veled szembe, és 98%, és bazd meg onnan shotgunnal, fél méterre állsz tőle, egy socival, és mellé tudsz lőni valahogy. Szerintem direkt csinálják a készítők, szóval ez már ilyen mém lett, kvázi. Hogy én most újra elkezdtem, most ezen felbuzdulva XCOM-ozni, én csak klasszik Iron Man-en, mert Impossible Iron Man az... Ja, benne van a nevében, hogy... Nincs idegzetem, és tehát olyanok voltak, sikeresen lenyomtam egy olyan 5-8 missziót, tök jól éreztem magam, mert olyan föl voltak upgrade-elve az emberjeim, mert fejlődött a bázisom, úgy éreztem, hogy úgy elkaptam a játék tökét, tehát hogy elkaptam a ritmust, tudok úgy fejlődni, meg haladni, hogy mindig lépést tudok tartani a játékkal. És akkor jött egy misszió, és így a pálya másik feléről kilőttek a thinmenek, akik nem is annyira jó ellenfelek, tehát a leggagyibb ellenfél után azokhoz képest egy upgrade. Tehát viszonylag szarabb egységek, így a fél pályáról kilőttek, úgyhogy teljes védelemben voltam. És ott így mondtam el, hogy hát jó, hát akkor... Hát akkor viszlát XCOM, töröltem a mentésem, úgyhogy mindig ez szokott lenni, tehát nem is tudom, hogy miért játszok egy Iron Man-t, mert ugye az Iron Man-nek az a lényege, hogy ugye nem tudsz visszatölteni korábbi játékállást, viszont ha valamit elbaszok, akkor nem együtt élek ezzel a ténnyel, és onnan próbálom helyrehozni, ami az Iron Man-nek lenne a lényege, hanem letörlöm a mentést, és újra kezdem. Tehát simán játszhatnék, csak simán klasszikon, Iron Man nélkül. De itt a tudat más, tudod? Igen, hogy elméletben együtt kéne élnem a következményekkel, de nem vagyok hajlandó, hogyha egy olyan... Tehát úgy halnak meg egységeim, hogy én úgy érzem, hogy nem én tehetek róla. Tehát azzal nem vagyok hajlandó együtt élni, amiről nem én tehetek. Na, most nem haltam meg a... Semmi, a duplán pofátlanság az XCOM-ba, hogy ugye a... pozitív vége az, hogy sikerül megmenteni a Földet, és a negatív vége pedig az, hogy az idegenek nyernek. És az XCOM 2 azt a folytatást veszik Canonnek, tehát azt a befejezést, hogy az XCOM kikapott. Tehát de rendesek. Nem a The End, hanem a Game Over a Canon. Hogy kikaptál, vesztettél, wow. Nyertek az idegenek. Ki is csinálja az XCOM-ot amúgy, melyik cég? Firaxis. Firaxis, tényleg lóba. Ez egy olyan név, amit nem fog megjegyezni. Firaxis az a... Sid Meier-nek a... Oh! Really? Tudsz-a. Tehát nem az övé, de ő is ott dolgozik. Mm-hmm. Tehát, Sid Meier-ről rég hallani, nem? Jó. Hát most lesz annyira... Sid, vagy valami gondolom, vagy annyira voltam. Nem aktív már egy a videójáték fejlesztő. Igazából, tehát az utóbbi... Civilization 5-ben is szerintem csak a nevét adta hozzá, tehát ő nevével fémjelzik a sorozatot, de... Jó, de hát már letette legyet az asztalra. Nagyon kevés olyan játék van, amihez tényleg köze is volt. Elvileg az XCOM-ban részt vett, meg a SIVREF-ben is, de a SIVREF 2-ben már úgy tudom, hogy nem, azt már csak az alapján, ami ott izé volt, alaprendszer, ugye azt vitték tovább. Akkor a izébe is volt, de ugye az még kurva rég, az 2004-ben jött ki a Pirates remake. Oh, hey, Jimmy. Hey, Pete. Hát igen, tettem Jimmy, már eleget az asztalra. Lenne egy SIVREF remake Switch-re. Nem is kéne remake, tehát ami volt a Vitára, a Civilization Revolution 2 Plus,
ami a okostelefonra jött ki, Sea Rev 2, annak egy ilyen extra változata. Ha azt kiportolnák utólag Switch-re, én már azzal is elégedett lenni. Salutations, Sir James. It seems my clever brethren have taken control of the funhouse at the carnival. Well done. All that education you got from the house, és a szerencsétlenkedni. De valószínűleg meg fog dögleni, mert ott majd nehéz rész, és azt sosem tudom jól megcsinálni. Okay, explain it to me on our way over. There's not much to explain. Just access the control rooms through the maintenance doors. Szóval sok gyökér az beszorult oda a kísértett házba, vagy mi az? Szellemkastély? Kísértett ház? Hogy hívják a Vinland Parkokba ezeket a gyökér játékokat, amik ilyen kastélyszerűek is ilyen? Haunted House? Ja. Kísértett ház. No. Nem? Vagy kísértett kastély? Ezer éve nem voltam Vinland Parkban. Ebből is látszik, hogy mennyire... Én sose szeretem a Vinland Parkokat nagyon. Hát én szeretem a Vinland Parkokat, csak így... Hát úgy most jelenleg nincs, tehát hogy... Ja, most az, hát ja, Pesten már nincsen nagyon. Ami van, az meg ilyen maradéktól, de most sem. Ugye most csinálták az állatkertbe ezt a... Soha nem volt rajzfilmes... De állítólag nem lett rossz. Én mondjuk a múltkor voltam az állatkertbe, de nem mentem be. Tehát így valahogy kimaradt. Mert az akkor még nem volt megnyitva ez a Soha nem volt park, nem? Vagy ez a... Elvileg már volt akkor. Tényleg? Aha. Minden. Most volt egy vagy két hete. Ott akkor már volt ez a cucc. Megnyitó után voltam állatkertben. Miért mentél el? Csak úgy? Aha, meg tudod a... Gorilla? Egy részt, meg a másik az, hogy a... Tehát az egyik kafetériálem, amit választottam, az a kultúra utalvány. Azt mondtam, hogy azt annyi helyen el lehet majd használni, hogy ez miért tök fasza lesz nekem, és adómentes, és sehol nem lehet elhasználni. Bizony. Tehát, hogy a... Max színházba tudod még amúgy is, kollégám is megszívta ezzel, úgyhogy az a vigyázni kell, mert... Szerintem jövőre nem is fogom kérni, mert ugye olvastam, hogy mit tudom, a Lira könyváruházban is el lehet használni minden, de az apró betűs rész, hogy könyvet nem tudsz belőle venni, mert az útnak az nem kultúra, hanem ott csak ilyen buzi belépőket tudsz venni, milyen ilyen darabokra, meg ízékre. Tehát az, hogy egy-két te... koncertre tudsz amúgy még, de az is elég ritka sajnos. Tehát meg inkább ilyen komoly zenei koncertek, ahogy én észrevettem. Tehát hogy milyen jegyirodák fogadják el, tehát nem ez a... Igen. Nem is jegyiroda, hanem például a Szép Kártya például az úgy van, hogy az promotertől függ. Tehát még nagyon sok, mit tudom én, a TIXZÁM vagy az A38-tól tudti elfogadják, hanem az, hogy éppen melyik promoter szervezi azt a szart. Meg ez ilyen experience, még ilyen szarsak lehet elhasználni, tehát. Úgy olyanokra, ami érdekelne, és így nem nagyon. Tehát állatkedvet tudom elhasználni, és remélem nem fogok rámulni egyhamar, mert gyakorlatilag az egészen állatkedvet fog elmenni. Na. Aztán... Most arra derült ki, hogy a Baby Gorilla az híme vagy nősténye. Ideig kellett várni rá? Igen, mert... tehát ugye az anyja természetesen ugye nagyon félti, és nem tudták annyira megközelíteni a Gorilla Baby-t, hogy meg lehessen állapítani a nemét. Most derült ki a közelmúlt. Tehát decemberben született, december 23-án azt hiszem, karácsony előtt, és most így valamikor tavasszal derült ki, hogy hím. És... Jó, ez már, tényleg nem tudom, akarunk-e róla beszélni, maximum kivágjuk, de ha már állatkert, mi szólsz a legutóbbi botrányhoz, a szurikátával a kecskeméti állatkertben? Hát... Az megvan? Megvan a sztori? Tehát... Elég radical. Igen, tehát az elég szar, tehát hogy többször is elszóltak a gyerekről, hogy ne nyúlkáljon be, benyúlkált. Aztán ugye a szurikáta is úgy reagálta le, ahogy reagálta, mert ugye vemhes volt, meg eleve nem nagyon szeret, hogyha hozzá nyúlkálnak. Teljesen jogos önvédelem volt, hogy megkarapta. Az, hogy a gyerek meg olyan izomból lekúrta izére a földre, hogy azonnal szörnyet halt szegény állat. Jó, hát biztos, hogy ő se úgy tervezte, tehát én nem... Nyilván nem szándékos. Csak durva, hogy mennyire elharapózott a közvélemény ezzel kapcsolatban, nem? Tehát, hogy tényleg akkora felhördülés volt, meg akkora közfelháborodás, hogy így eszméletlen. De nézd mondjuk, hogyha belegondolsz, tehát most függetlenül attól, hogy hány éves, akkor is ő a felelős, tehát, hogy...
Persze. Valamennyi következménye ennek van. Persze, hát most az, hogy izé fenyegetéseket kapjam, meg kiközösítve legyen, meg mit tudom, hogy tényleg közutálatnak legyen kitéve, az túlzás, de... Persze. De az tudnia kell, hogy fasság volt, amit csináltál. Hát az. Klik. Videó, hogy beszorulhat a idióta, mondd, hogy igen. Az biztos, hogy többet nem fog benyúlkálni, hogyha azt mondják, hogy ne nyúlkáljon be. Hát, ha ez nem jó tanulópénz, akkor semmi. Hát jó, csak azt a tanulópénzt nem is igazából ő fizette, hanem a szegény szurikálta, tehát. Ja. De most tényleg mindenféle offenzíva nélkül a minimum az lett volna, hogy akkor kifizetni a kárt és csá. Szerintem az lett volna a legkevesebb. Hát de vagy. Érted, mit fizetsz ki ilyenkor? Hát van eszmei értéke, persze, hogy nem minden és abban beleveszik a kölykeit is, vagy? Ja. Hát még az apuka még ott nyilatkozott, hogy hát, hogy izé... Nem is ők voltak, jó, mondjuk az állatkert is hülyeség volt, hogy izé... nem normálisan... zárta el, tehát hogyha tudták, hogy ennyire veszélyeztetett, meg ilyen, akkor... Akkor mi a túrónak? Hát mondjuk ez a fővárosi állatkertben is előfordult. Tehát vannak olyan állatok, akik egyszerűen kijönnek a... Tehát a kevésbé veszélyes állatok. Általában itt döglök meg, bocsánat, mert ez ilyen iszonyatosan sok HP-t sebez. Ez nyakon basz, és meg így kb. Instant KO, úgyhogy így ezzel vigyázni kell. Tehát a... Az merre szóval mikor folytathatom. Ja, folytathatod igazából, most csak én szerencsétlenkedik itt. Na tehát a lényegében az, hogy a fővárosi állatkertben is, hogy az ilyen kevésbé veszélyes állatok, azok úgy vannak bezárva, hogy amúgy simán ki tudnak menni. Tehát a van az ilyen Ausztrália, nem tudom milyen szírszar, és ott simán egy ilyen kis kötélre volt elválasztva az, ahol a kenguruk vannak, és kiugráltak az emberek közé a kis kenguruk. Aha, az legítom. Meg van egy a japán kertnél, van egy ilyen tavas rész, és simán kimászkálnak az emberek közé a teknősök onnan. De volt egy teknős, az ott sétált el mellettünk. Úgy szedte a lábát a kis genyó, hallod, meg is előzött. De most is voltam én Németországban, hogy volt egy nagyobb vihar, és ilyen iszonyat sok állat kiszökött. Medve, azt ki is lőtték szegényt, mit tudom én micsoda. Tehát ez azért sporol. Oroszlánok jogolják. Ja, igen. Csoda, hogy nem lett nagyobb baj, hallod. De tehát az a teknős, ami kiment emberek közé, meg ott szágbódozott. Teknős. Az kézzed el, nem tudom, hogy az a mi történetet, mert sérült volt a páncél. Én nem is láttam szegény. Még olyat. Tehát föl volt szakadva neki egy helyen a páncélja. Azt tudja túlról. Nem tudom. Hát az, ha leesett, vagy nem tudom, az olyan nagyról esetett. De amúgy ez mennyire durva, hogyha felburul egy teknős, akkor az rábaszott, az vágott. Hogyha nincs körülötte más teknős, aki visszaborítaná, akkor az Campes Dolores. Viszont az annyira aranyos, hogy ösztönösen oda mennek egymást. Igen. Tehát, hogy... Ez a földharc az annyira OP. Meg a YouTube videókban szoktam azt mindig nézni, hogy olyan állatok, akik nincs közük egymáshoz. Tehát nem játszanak szerepet egymás táplálékláncában, nem eszi az egyik a másikat, vagy nem menekül a másiktól. Azok így... Tehát alapjáraban az állatok azok jó indulatúak, tehát hogyha nem kell tőle félnie, mert nem fogja megenni, vagy nem... Nem nagyon zavartatja magát. Meg segítenek egymásnak, tehát ilyeneket szoktam nézni, hogy valami folyóparton volt az orángután, és látott valami kismadarat a vízben. És így ilyen ágakat akart oda nyújtani, hogy azzal kipiszkálja, vagy hogy csőrével próbálja belekapaszkodni. Nagyon nagy erőfeszítésekkel próbált azt a szerencsétlen madarat kiszedni a vízből. Tehát, hogy így tök jó fejek amúgy, hogy így segítenek egymásnak. Kurvára semmi haszna nincs neki abból. De ha már egyszer ott van, akkor érted. Elég fura ez a misszió, most nézem csak. Igen, most itt ki kell menekülni ezekkel a szerencsétlenekkel. Ez stand-up comedy? Mondd, hogy ennyi volt. És nem fagy ki. Parás volt egy pillanatra.
Your task is complete, brave knight. 25 dodot kap... Csoda, hogy nem haltam meg viccen kívül.